egy kész felvett anyagnak mondjuk a 80%-át tudtad rávágni a bakelitre, ma meg egy az egyben rá tudod tenni a CD-re, aztán mégis sokan azt mondják rosszabbnak, ami megint egy más kérdés. Sziasztok, ez a Kulisszák mögött című podcast Kossuth Lajossal és Ár Istvánnal. Műsorunk zenészekről szól, nem csak zenészeknek. Tartsatok velünk, jó szórakozást! Üdvözlünk mindenkit ebben a podcast sorozatban. Mai adásunk vendége Cserfalvi Töfi Zoltán. Szervusz, szia! Sziasztok! Ali! Hangmérnök és zenész vagy, a Denevér Stúdió vezetője. Nemrég megkaptad az Év Hangmérnöke című kitüntetés, amihez most mi szívből gratulálunk is neked. Nagyon szépen köszönöm! Mint az eddigi vendégeinkkel, veled is rengeteg interjú készült, van saját YouTube-os platformod és csatornád. Mégis azért arra kellek, hogy úgy röviden, tőmondatokban mutasd bár be magad, kellek, hogy ki is a Töfi valójában, és mi az, amit nekünk tudnunk kell rólad. Hát most már 27. éve, hogy a Denevér Stúdiót nyűzom. Ezt a stúdiót igazából még 1991-ben alapította a Szól, aki hangszerboltos Tóth Laci, és nála kezdtem el dolgozni 1995-ben, mint hangmérnök. Aztán néhány évvel később úgy alakult, hogy kiszállt ebből is, lehetőségem volt részletre megvásárolni. Én pedig kaptam az alkalmam, mert addigra már úgy éreztem, hogy nekem ez lesz így a hivatásom, amiben megtaláltam igazán magamat. Hát innentől kezdődött a Töfi Denevér Stúdiónak a története. Igen, tehát ugye mellette még zenész is. Zenélek is. Persze, gyerekkorom óta gitározok, igen. Hát már igazából ilyen 13-14 éves koromban már nagyon izgatott ez a gitározás. Végső lökést az első Iron Maiden koncertet, úgy érzem. 84-ben, mikor láttuk őket a BS parkolóban. Akkor volt az, hogy na nekem így tényleg gitároznom kell, és akkor onnantól jobban rákapcsoltam. És hát én 87-ben már saját csapatot alapított itt Szolnokon, haverokkal, és onnantól kezdve jöttek sorba a zenekarok. A Lady Macbeth, Ossian, ilyenek. Értem. Azt tudtad, hogy, vagy azt nem tudom, tudtad, de hogy Eclipse néven volt egy zenekaratok, és érdekes, hogy a mi környékünkön Miskolcon is volt egy ilyen nevű zenekar, és nem is akármilyen, hanem kitűnő zenészekből álló zenekar volt. Nem tudom, hallottál te erről egyébként? Persze, hallottam róluk. Hát ők már jóval mi utánunk léteztek, de a hallomásból ismertem őket, igen. És tetszett is, hogy másnak is eszébe jutott ez a zenekarnév, szóval igen, hallottam róluk. Mi már nagyon régóta ismerjük egymást. A Remorse zenekarral több lemez is felvételre került, ugye nálad, ott csináltuk a Remorse lemezeket is, de még annak előtte is, még a Csont zenekarral is. Ez már nem tudom, hát ennek már több mint 20 éve, akkor még azért egy kicsit kevesebb cuccod volt a stúdióban, de azért ott már megvolt a profizmus, nagyon elégedettek voltunk veled. Sok olyan zenésszel dolgozol együtt, akik már évtizedek óta vendégei a stúdiódnak. Mi lehet ennek az oka? Tehát, hogy a megbízhatóság, a szakmai hozzáértés, a lojalitás, a tolerancia mások iránt, a hibák iránt, meg egyebek iránt, vagy pedig egyszerűen inkább tényleg csak arról van szó, hogy ebben a műfajban, főleg ugye a metalzenéről beszélünk, szinte tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy Magyarországon nincs is igazán jobb. Hát köszönöm, de azért most már elég sok hangmérnök van, aki jó dolgokat csinál. Jó, nem is olyan sok, de azért egy 8-10 embert biztos, hogy össze tudnánk szedni, ahol tök jó dolgok készülnek. És ez egy olyan szakma, hogy itt elsősorban az emberhez kötődnek szerintem a zenekarok. A zenekarok számára általában mindegy, hogy milyen felszerelés van. Inkább az, hogy az ember, akivel így megszokták, hogy együtt dolgoznak és jól kijönnek, ismeri az ember az apró nyűgyeiket, meg problémákat, mit hogy kell megoldani feljátszás közben. Ebben úgy elég sokat szoktunk segíteni általában, főleg kezdőcsapatoknál, és akkor azt gondolom, így itt ragadnak. Az idősebbek, tapasztaltabbak, meg biztos azért, mert hogy megbízható, gyors, stabil produkciót nyújtunk. Tudják, hogy bármikor számíthatnak ránk, tehát valahogy az éjszaka közepén felírnak, hogy reggelre kellene valami a tévébe, és akkor... Ilyenkor összeügyeskedi az ember valahogy, hogy menjen a dolog. Szóval ezek így összeadódnak.
Azt megfigyeltem, hogy figyeled a konkurens stúdiókat, és ami nekem nagyon-nagyon szimpatikus volt, hogy volt is egyszer egy olyan, hogy a közösségi oldaladon megosztottál egy olyan stúdió munkát, ami egyébként nem a tiéd volt, de mégis kiraktad, és elismerően nyilatkoztál róla. Szóval ez nagyon-nagyon ritka. Hát nézd, ami jó, az jó. Tehát tényleg ritka egyébként az a magyar produkció, amit az ember mondjuk referenciafelvételnek tud használni, az konkrétan az volt, szerintem a Stardust lemezére gondolsz. Hozzáteszem azért, hogy a kollégáimat általában ismerem személyesen is, elég sokszor megesik, hogy együtt dolgozunk, nem ritka, hogy Pesten vesznek föl egy lemezt, és én keverem aztán össze, tehát így. És amellett, hogy egymásnak konkurensei is vagyunk, így össze is szoktunk dolgozni, és nagyon sok stúdió van az országban, akikkel már volt közös munkánk. Kicsit hát térjünk már vissza. Mondtad, hogy kevés magyar stúdiót ismersz, ahol referenciafelvételek készülnek. Tényleg van ez, hogy mert van ez a sztereotíp, hogy ott Amerikában aztán olyan felvételek születnek, hogy mindenki ledobja a láncot, itt Magyarországon meg nem annyira. És akkor ha van is ez, akkor ennek mi lehet az oka? Szakmai hozzáértés, vagy felszereltség, vagy valami? Nézd, azért külföldön azért a költségvetési tényezők az még mindig a sokszorosa. Itthon is vannak most már nagyon jó felszerelések, nagyon jó szakemberek. Nyilván a lemez költségvetések meg a minimum a tizede a kintieknek, tehát ez azért rá szokta nyomni a bélyegét. De mostanában egyre inkább hallok olyan produkciókat itthon is, amiket simán berakok referenciának. Ez a költségvetés dolog, ez miben jelentkezik? Tehát, hogy most mondok egy nagyon nagy baromságot. Tehát azt mondod, hogy mit tudom én, ennyi pénze van egy zenekarnak, most ne, úgy, hogy ne értsd félre, tehát nem bántás mondom, ennyi pénze van egy zenekarnak, és akkor mit tudom én, nem foglalkozunk vele annyit, vagy mi lehet ez a költség dolog ebben? Hogyha mondjuk a felszerelés, vagy a felvételi technika egyébként jó. Hát figyelj azt, hogy mondjuk odakint azért egy olyan lemez, amire azt mondjuk, hogy jól szólnak, meg tényleg jól meg van csinálva. Az nagyon alsó hangon is egy-két hónapig készül, de sokszor akár 4-5-6 hónapig, vagy még több ideig. Most ez kiszorzod egy ilyen 8-10 ezer forintos óradíjjá, ami mondjuk egy magyar komolyabb stúdió óradíja, már akkor is olyan horror ár jön neki. Ami lehetetlen, ami kitermelhetetlen a mi szintünkkel. De az idő, az a feljátszás, vagy az utómunka, vagy mi az, amivel a többet szöszmötölnek, és attól jobb lesz a felvétel? Hát azért mindegyik tulajdonképpen. Na most, ha gyorsan játszod föl, akkor utána marhasokat fogsz editálni. Ha kevesebbet akarsz editálni, akkor meg sokkal többet kell a feljátszásra fordítani. És akkor ez most csak az editálás meg a felvétel viszonylata. A végeredmény ugyanaz, nagyjából mindegy, hogy melyikbe rakod bele a sok melót. És akkor ott van még a keverés, ami meg hát nyilván meg lehet csinálni rutinból, ha tapasztalat az ember. Mondjuk egy-két hét alatt. Meg lehet csinálni egy-két hónap alatt, hogyha valami újat, valami egyénit akarsz létrehozni. Mondjuk például nagyon jó például a legutóbbi Judas lemez, az nagyon sokan szeretjük a szakmába, sokan használják referencia felvételnek. Tényleg marha jó, nagyon jól kitalálták, hogy főleg azt, hogy az egy régi csapat ugye a maga kis hangzásával, de mégis sikerült úgy modernizálni azt a Judas Priest szandot, hogy nagyon jól áll nekik, és egy nagyon eltalált, nagyon mai szand lett. Egyszerűen. Nagyon jó szól, plusz egyébként a nóták is zseniálisak rajta, szinte nincs is rajta gyilláncem. Nagyon. Igen, igen. Na most azon hallani, hogy abban jó pár havi munka, meg agyalás benne van. Tehát ez nem egy két perces történet. Nálunk ez úgy néz ki, hogy hoznak egy anyagot, hogy töfégem, keverd már össze, van rá két hét. Meg mondjuk 20-ad annyi pénz, mint a Judas Priest-re, de azért szóljon úgy. Én egyébként, igen. Ilyen van azért gondolom nálad is, nem? Tehát, hogy elég sok. Folyamatosan ezt csináljuk 27 éve. Igen. Egyébként igaz-e az a történet, nevet nem mondok, majd adáson kívül, hogy egy ilyen ismertebb magyar zenekar, még egyszer mondom, nevet nem mondok, megcsináltam ugye a kiadói javaslatra egy nagyon-nagyon über valamilyen budapesti stúdióban, vagy nem tudom, hogy hol, nagyon drága stúdióban az anyagot, a lemezt, és utána elvitték hozzád a mastert, illetve a keverést, ugye a végső keverést megcsinálni, annyira rosszul szólt. Én ott voltam egyébként a helyszínen. Hát van rá például, tehát néha bele lehet szaladni azért dolgokba, hogy nem olyan ember csinálja, aki az adott stílusban éppen járatos, vagy a zenekar nem tudta jól elmondani, hogy mit szeretne, fene tudja, tehát most nyilván egyik kollégát sem fogom negatív színben feltüntetni, mert mindenkinek lehetnek előnyei, hátrányai. De ilyenekbe bele lehet kínálni.
és hát azért 27 eurót szokját láttam. És igen, tehát az is gyakori dolog, például képzeld el, hogy rengeteg sok pénzt elköltött egy zenekar pesti nagy stúdióba, tényleg nagyon jól felszerelt helyen. Csak épp nem volt egy alkalmas ember, aki jól le tudta volna dirigálni a felvételeket, és a végén itt kötött ki, és nem hiszed el, olyan szörnyű amatőr rosszul szólt, hogy egy 15 éves gyerek jobbat kever. Nem akartam elhinni, hogy ez egy drága, nagy stúdióban készült. De volt egy hobó lemez is, képzeld, amikor idehozták a Bolondvadászat lemezt keverni, és újra kellett az egészet énekelni. Az pont az az időszak volt, amikor oldjuk meg olcsón, akármilyen szutyadék hangkártyával, 50 ezer forintos mikrofonnal, és pont a hobót, akinek azért nem egy könnyen kezelhető orgánuma van, gyakorlatilag oda komoly felszerelés kell. És ez szörnyű volt. A zenét azt tudja, hogy lábra állítottuk kinkeservesen, de újra kellett az egészet énekelni. Mondjuk én nagyon örültem neki, mert ide járt 2 hétig hobó, és együtt dolgoztunk a lemezen, ez egy nagyon nagy élmény volt, mai napig szívesen emlékszem rá. Arról mi a véleményed, visszatérve így a hangzásokra, hogy tudod, van ez a régi, kicsit olyan régi módi, hogy tudod, a régi lemezek jobban szóltak. Tudod, ez a Led Zeppelin, az, meg hogy mi az igazi rockhangzás, stb. Tehát, hogy tényleg van ebben valami, vagy ez ízlés kérdése? Hogy... Hát én ezt úgy látom, így szakmai szemmel, hogy minden korszaknak megvan a maga szokásos hangzása, hangképe, a hozzátartozó mikrofonparkkal, felszerelésre, amivel csinálták, meg munkametódusukkal. Teljesen más, nem lehet összehasonlítani. Meghallgatom a 80-as évekbeli dolgokat, amiken én nőttem fel. Mai füllel olyan furán szólnak, kis vékonykák, meg nem olyan ütős, olyan dinamikus, hogy úgy mondjam. Igen, ezt akartam mondani, hogy igen. Tehát mondjuk a kezdeti metal lemezek, még akár a Metallicát is mondhatnám, nekem nem nagyon tetszenek, ahogy szólnak, de nyilván az én hülyeségem. De akkor ez volt a divat hangzás, tehát a metal zenében mondjuk, és ma meg már... Most az a vicces az egészben, hogy tulajdonképpen akkor is meg lehetett volna hasonlóan szólalni, mert ugyanazokat a felszereléseket használjuk. Ezt akartam kérdezni, hogy ki lehetett volna keverni úgy mondjuk egy 80-as évekbeli Metallicát, mint mondjuk 2022-ben? Minden további nélkül, csak nem tartottunk még ott, agyilag gyakorlatilag. Nem tudtuk, hogy így is lehet szólni, vagy nem is akartunk, ki tudja. Más volt az ideál, más volt a hangzáskép az emberek fejében. De ha belegondolsz, amiket ma használunk, híres vintage cuccokat, például egy NIF 1073-as előfog, hát az 1970-es tervezés. Igen. És de egy csomó, de LA 2, meg ezek a 1176, ezek már gyakorlatilag még korábbra lerednek. Hát igazából már az 50-es évektől kezdve vannak olyan cuccok, amiket a mai napig használunk, azoknak a reinkarnációját, akár vasban, akár pluginben lemodelezve, úgyhogy bőven meg lehet ezt volna szólni, csak akkor valahogy mások. Egy rövid történetet hagyd mondjak már el, pont idevág témában, hogy hát most nagyot mondok, vettünk fel egy barátomnak egy lemezt. És ugye, hát low budget küldetés volt az egész, meg ilyen baráti alapon ment minden, és hát gyakorlatilag full plugineket használtunk, tehát még a gitáris vonalból lett feljátszva, stb. És utána volt egy ilyen vacsora, amikor kész lett a lemez, akkor így elmentünk, így na, kajálunk egyet, akik részt vettek az egészben, és mondta nekem ott egy illető, hogy ugye beszélgettünk a felvételről, és mondtam, hogy persze, számítógép, meg pluginek, meg minden, azt mondja, hogy fú, azt mondja, azért gondolj bele, hogy a Rolling Stones hogy örült volna annak idején, hogyha ilyen technikával vehettek volna fel lemezt. Hát mondom, figyelj, én inkább megfordítom, a mai legtöbb zenekar örülne, ha olyan technikával venne fel lemezt, mint a Rolling Stones annak idején. Igazam volt, vagy hülyeséget beszéltem? Hát én érdekes kérdések ezek, attól függ, hogy nézzük. Érdekes. Valamit még akartam az előbb mondani. Ja, igen, tehát még egy pillanatra oda térjünk azért vissza a kérdéskörhöz, hogy az sem mindegy ám, hogy más volt a végső hanghordozó annak idén. Ugye régen bakelit lemez, kazetta. Ma meg CD, MP3 lejátszó, akármi, meg internet. És nagyon nem mindegy ebből a szempontból ám a történet. Ne például a bakelitnél... Alját, tetejét le kellett vágni, meg alját monósítani, különben leugrott a tű, meg ilyenek. Értem, mit mondok. Igen, igen. Egy kész felvett anyagnak mondjuk a 80%-át tudtad rávágni a bakelitre, ma meg egy az egyben rá tudott tenni a CD-re, aztán mégis sokan azt mondják rosszabbnak, ami megint egy más kérdés. És régen ugye csináltál egy bakelitet, egy kazettát, torzítottad a bakelit lejátszót, bocs, hogy bakelitnek mondom, tudom, hogy vinyl, de ez már... Mindegy. Tehát még ez már örök életre bakelit marad. Igen. Szóval torzított a bakelit lejátszó, meg annak a hangszórója, a gitártorzítónak tök jók voltak a régi lemezjátszók, nem tudom, azt vágod-e.
Mindannyian azzal kezdtük. Persze, valahogy bemenetére rádugtunk egy gitárt, és isteni jól lehetett rajta. De az orsós magnó is nagyon kemény volt. Azok is, persze. Most ezek mind színné torzították a zenét, és akkor persze, hogy nem kellett annyit bűvészkedni, mert a többit elintézték a lejátszók. Ma nincs, ma van egy stereo digitális lejátszód, és akkor most a mixbe kell betenni azt az érzetet, amit régen úgy egybe ez az egész okozott. Több ilyen beszélgetésben is felmerült, és hát nagyon sokan megkérdezték tőled nagyon sok mindent, és nekem ugye ebből az egészből az jött le, hogy meg hát úgy, mint zenészként, tehát zenészként is ezt tapasztaltam, hogy ez az örök kérdés, hogy analóg vagy digitális, ezt számtalanszor feltették neked ezt a kérdést, és ugye nekem ugye az a tapasztalatom, hogy az analógnál, hogy a felvételnek nagyon-nagyon jónak kell, tehát nagyon jó zenésznek kell az lenni, hogy az meg is szólaljon rendesen, és tényleg jó legyen, és szerintem nagyon sok mostani zenész egyáltalán nem adhatna ki lemezeket, vagy nem tudna lemezeket kiadni, mert ugye azzal a régi technológiával nem lehetett ennyire megtikázni az anyagot. Az előnye ugye az, hogy ez a digitális technika ugye nagyon fel tudja gyorsítani a dolgokat, mert mire mondjuk egy zenész fel tudja normálisan játszani a darabot, érted, de eltelhet több nap is, mire eltalálja úgy. Így meg a mai technológiával azért elég szépen össze lehet ez dolgozni. Hát ezt tudjuk személyesen is ezzel. Hát igen, ez is egy sokrétű kérdés egyébként, és érdekes dolgok vannak. Analóg cuccokon, ugye a szallagos magnón azért ott nem volt kecmerc, ott el kellett játszani, mert csak itt-ott lehetett kötni, többnyire csak kiállásban, drágább magnókon már akárhol is többnyire, legalábbis ha ügyes volt az ember, mert ezt többnyire manuálisan kézzel kellett csinálni. Na például egy dobnál vicces volt, mikor 14 dobsávot így egyszerre be kellett nyomni. Egyszer így egyesével a gombokat, mert úgy tudtál elég gyorsan kötni, hogyha... Ha közvetlenül a magnón nyomtad be azt a 10-14 gombot, nem pedig a távirányítón egy gombbal. És ami érdekes, hogy oké, hogy el kellett jobban játszani, de az analóg technika valahogy ápol és eltakar. Nem volt annyira kristálytiszta. Nem olyan steril, mint a digitális, és egy csomó hiba úgy elment a levesben. Ha megnézel ilyen régi lemezeket, amik kikerültek sávonként, így a Guitar Hero-nak köszönhetően, akkor ki fog derülni, hogy azért ott vannak jócskán hibák benne hagyva. És valahogy a mixben mégsem zavar. Főleg angolok, Iron Maideneknél eleve mondjuk az angolok mindig is jók voltak ebbe, hogy úgy mindegy, mi van, följátszva valamit összemaszhatolunk belőle, hogy tök jó legyen, ebbe óriásiak volt. Az Iron Maiden is elképesztő kis apró hibákkal tele van, és mégis egyben meg marha jó az egész. Úgyhogy ma pedig ez nem, mert ma annyira kristálytiszta megtérül, hogy a legapróbb kis hiba is nagyon ki tud ütközni. És akkor még olyan technikai jellegű dolog, hogy ma például a betűket kell néha rendbe rakni külön, mert annyira kijön, hogy egy T betű összeakad a lábdobnak a csattanásával. Az analóg tud meg ezt valahogy megoldott, ott ezek fel sem merültek. Tehát ott mindig volt valami kis torzítás minden sávon, kis szaturáció, kis ez meg az, kis kenceficz, és mire a végén összeadódott, ilyenekkel nem volt gondod. Problémák nagy része magától megoldódott, ma meg ilyenekkel egyesével sokszor betűkkel kell foglalkozni. Érdekes történetek ezek, igen. Még egy dolgot hagyd tegyek hozzá. Azt azért jó tudni, hogy nagyon-nagyon sokszor szivatva vagyunk, ez már ezerszer kiderült. Pont a Metallicát emlegetted, ugye nyilván szalagos magnókra készültek a korai lemezek, elképesztően jól fel vannak játszva, például a Justice for All meg a Master témái, és ott már azért nagyon nehéz dolgok vannak. Aztán évtizedek múltán kiderül, hogy nem azokat a lemezeket félhanggal lehangolva vették föl, hogy kicsit lassabban, tisztábban lehessen játszani. Ez volt a trükkje a dolognak. Editálás nem volt. Így lehetett megoldani, hogy a három ritmus gitár precízen jobban együtt legyen, mondjuk egy Black Endben vagy egy Battery-ben. Na mondjuk ez igaz. És aztán felgyorsították? Így van, pontosan. Igen. Igen, de várjál már ezt, hogy mondjam már el. Viszont azt azért hozzá szeretném gyorsan tenni. Azért mi, mint gitárosok tudjuk, hogy kik azok a zenészek, akik azért nagyjából tényleg pontosan játszanak, és például a James Hetfield az eléggé közéjük tartozik, vagy a Dave Mustaine, vagy annak idején a Darrell, vagy a Jeff Waters, az Annihilatorból, aki 100 riffet feljátszik úgy egymás mellé, hogy ugyanúgy fogsz. Persze, hát ezek elképesztően jó gitárosok, igen, de még emellett is érthetetlen volt, hogy az Istenbe lehet háromszor így eljátszani, nagyjából kötözgetés nélkül. Hát így, hogy ott akkor kapott egy kis tartalékot, hogy jobban hallható legyen minden apró részlet, meg tisztában kijöjjön minden. Annyit akartam kérdezni, hogy honnan tudsz te erről, vagy, mert ugye ez nem lett meghirdetve semmelyik infóban. Hát
Hát figyelj, ezek ilyen interjúkban valahogy így elcsöpögnek. Hát ezeket ilyen morzsánként szedegettük össze, ezeket az infókat így 30 év alatt. Olyan dolgok vannak, hogy nem is gondolná az ember. Észidészi. Mindenki azt hiszi, hogy az aztán a világ leges, legtermészetesebb dolga, érted? Aztán kiderül, hogy készült a Back in Black Pergőszont. Hát úgy, hogy belement egy Eventide Harmonizerbe, ott le volt pitchelve egy-két hanggal, és hozzá volt keverve az eredetihez. És ezt honnan tudod meg? Onnan, hogy egy későbbi Eventide-ban ott van a Back in Black prezet. És ez valószínűleg csak annyi volt, érted, hogy lehet, hogy keverésre azt mondod, hogy gyerekek, kicsit vékonyka lett ez a pergő, lehet, hogy jobb lett volna mélyebbre hangolni, hát most már teszhetjük, mindegy, nézzük, hát jó lesz. És ilyen trükkökből van 1000. Soha nem fogunk rájönni a nagy részére. Aha. Számtalan ilyet tudnék mondani, de hát ott az ízésmorha érdekes. Azért tanulságos ezeket a sávonként kikerült dolgokat átnézni, mert például a Metallica Welcome Home. Évtizedekig próbálkoztunk megcsinálni azt a zongora hangú klingitárt, amivel kezdődik a dal. Emlékszel, tudod, a kötök ilyen, mint egy zongora, érted? Semmivel nem bírod megcsinálni, ha megpusztulsz, akkor sem. Ilyen, megvan a sávonként, megnézem, mit gondolsz, mi szólott, hát baszki, egy zongora. Ott van mellette egy zongorán feljátszó a téma. Ennyi. Van még olyan zenekar Magyarországon, akik egybe játszanak fel lemezt? Hát előfordul, de ritka. Azért ritka. És vannak haszna egyébként? Mert sokan mondják, hogy úgy szól igazán egybe, hogy együtt játszunk. Hát, a mai munkamódszerek mellett nem sok értelme van. Aha. Nyilván egy dreamet oké, hogy élőbe veszel föl, mert ott az nem probléma, de... De azért olyan szinten nagyon kevesen vannak technikailag, hogy ennek úgy igazán értelme legyen. Persze, hát a legtöbb zenekar, aki hozzátok megy, én azt gondolom, meg hát az előző interjúkból is, meg beszélgetésekből is, meg hát mondom, hogy ismerjük is egymást, a legtöbb zenekar dolgozik alapvetően, és amellett van zenekara, és hogyha van egy kis pénze, vagy állami támogatás, vagy teljesen mindegy, hogy mi szponzorok, akkor bevonul a stúdióba, és szeretné ugye kiadni a lemezt. Tehát ugye azért egy profi zenész, aki reggeltől estig ebben él, az teljesen más, érted? Tehát, hogy persze, hát nyilván, ha majd ezért kapja a fizetését, akkor sokkal jobban el fogja tudni játszani. Ez ilyen egyszerű. De még a nagyoknál is, az Iron Maiden lemezek egybejátszva készül. Jó, de azért úgy belenyúkáltam volna egy-két helyen. Nekik így egyszerű, meg kényelmes, meg tök jó, hogy együtt játszanak, meg van egy feelingje a dolognak. Oké, rendben is van, mert jobban el tudja kapni a talat, mert ők nem takerre játszanak jellemzően. Inkább felveszik 5-ször, amíg jól elkapják a tempókat, mert ugye náluk ott elég össze-vissza tempóváltások vannak. Még pont az AC/DC-ről tudnám elképzelni, hogy ők egybe feljátszák. De elképzelhető, főt a korai lemezeket valószínűleg együtt vették, nem tudom, hogy most hogy van náluk a metódus. Jaj. Ugye beszélgettünk ugye nagyobb zenekarokról, hogy milyen trükköket is vetnek be, meg hogy úgy általában beszélgetésekben, amikben részt vettél, ugye sokan megkérdezték ezt, hogy gitárosnak, vagy zenésznek, vagy stúdiósnak tartod magad, és hát nyilván, meg hát ez valahol logikus is, hogy mindegyiknek. De az én kérdésem mégis mondjuk az lenne, hogy ha mondjuk a keverésről van szó, meg úgy általában erről a stúdiózásról, akkor melyik lehet előnyösebb? Tehát, hogyha valaki zenészként gondolkozik, tehát nyilván, hogyha te gitáros vagy, meg ugye zenészek vagyunk, akkor mi sosem tudjuk teljesen kivonni magunkat ebből. Tehát, hogyha hallasz valamit, akkor tudod, hogy hol fogja a gitár, stb. Szerinted lehet előny egy keverésnél, hogyha abszolút valaki nem zenészként áll hozzá, és külső füllel hallgatja, mint mondjuk egy zenehallgató? Vagy pedig inkább jobb az, hogyha zenészként tudsz ez a témához, tehát hogy úgy tudod megközelíteni? Ez egy nagyon jó kérdés, látod, én már én sokat gondolkoztam ezen. Alapvetően ugye úgy tartjuk, hogy muszáj, hogy jó zenész legyen az ember ehhez, mert úgy tudja részletesen áthallani, látni az egészet hangról hangra. És ez valóban így van, ugyanakkor mindig látunk ellenpéldákat, például amennyire tudom a Martin Bird, csak a régi Maiden Purple lemezeket csinálta, ő nem volt hangszerezzenét. Igen. Valószínűleg egy nagyon, nagyon jó ízléssel megáldott szakember volt, és zseniális dolgokat csinált. Ugyanakkor nem véletlen, hogy a Maiden lemezekben ott vannak azok a kis apró hibák, mert ő ezeket nem zenészként valószínűleg nem hallotta, meg nem is tudta, hogy lehet neki javítani, hanem inkább megoldotta, hogy ugye a mix az egybe jól szóljon. Nyilván akkor precízebben dolgozunk ebből a szempontból mi zenészek.
mert halljuk, hogy ott egy fél hang összeakadt a gitár, meg a pikula, vagy akármi közt, érted, és akkor valahogy azt ki kellene javítani. És ezt nem biztos, hogy egy nemzenész meghallja, mert ő teljesen más szemszögből dolgozik. Na pont ez lehet a lényeg, látod, mert én meg most arra gondoltam, hogy beszélgettünk eddig arról, hogy nagyon sok olyan lemez jön ki, amit például nem is zenészek csinálnak, de itt nem a rockzenéről beszélek, hanem olyan mondjuk esetleg pop vagy bármilyen műfajról. És lehet, hogy ez lehet a titok, hogy a legsikeresebb lemezek, legyen az bármilyen műfaj, azokat lehet, hogy pont nem zenészek keverik, mert ugye a zenét azt nagy részt nem zenészek hallgatják. Érted az én felvetésemet? Értem. Fél mindkettőre látunk remek példákat. Hát igen. Ez mindig is egy érdekes téma volt, de egyébként, ha jobban belegondolsz, így még zenészekre vonatkoztatva is állám az a történet, hogy sokszor a legzseniálisabb dolgokat nem klasszikus értelemben vett képzett zenészek hozzák létre. Például a Steve Harris például nem egy zeneművészeti főiskolát végzett zenész, és olyan ötletei vannak, ami eszébe nem jutna senkinek, aki zenét tanult. Hát azért ez egy nagyon fontos momentum a zenélésben. Igen, ezt szokták mondani, amikor először is mindent meg kéne tanulni, és aztán, hogy mindent el kell felejteni, hogy ne a megrögzött panelekbe gondolkodjál. Nyilván, aki meg eleve meg sem tanulta, az nem rendelkezik ilyen korlátokkal. Ezek ilyen érdekes történetek. Ugyanez van a hangmérnöki dolgokkal is, úgy vélem. Rengeteg zenésszel beszélgettünk már eddig, tehát tényleg a Maróti Zolival, a Lukács Petával, vagy a Ticóval például, akik nyilvánvalóan kitűnő szaktekintélyek a saját hangszerükön. Érdekes volt, hogy azt mondták, hogy a képzett zenészek és nem képzett zenészek vonaláról beszélek most, hogy szerinted ez mennyire fontos, ugyanis a legtöbb zenész azt mondta valamiért, hogy nem is fontos ez, hogy mennyire vagy képben a zeneelmélettel, meg egyéb dolgok, ezt el kell felejteni, és azt kell adni, ami így belülről jön. Te hogy állsz ez a kérdéshez? Hát fontos, nagyon is fontos. Szoktam néha mesélni, hogy engem például a szüleim többször is megpróbáltak gyerekkoromban elküldeni zongorázni, de sajnos sehogy sem tudtak rávenni, és ezt ma már nagyon-nagyon bánom. Óriási segítség lett volna. Eleve összhangzottan zenélni, tehát azon tudsz rendesen tanulni. Nyilván a mi időnkben nem volt még kőbányai zeneiskola, nem tudtunk ezzel hová menni. Nagyrészt autodidakta módon tanultunk meg fülről, meg innen-onnan. De ott lehet ezt lemérni egyébként, hogy a mai fiatalok, egy 16 éves gyerek ma egy sárga földbe legitározza az idősebbeket. Azért, mert egyszerre megkap már készen mindent, módszertant, hogy kell megtanulni. Nekünk meg még, hát emlékszem, hogy egy tekerős potmétert építettem a kazettás magnók motorvezérlő áramkörébe, hogy le tudjam lassítani a szalagot, és akkor így le tudtam szedni, hogy mégis a fenét játszik a Metallica meg az Iron Maiden. Vagy a Bakelit lejátszót 33 helyett 17-esen nyomtuk, és akkor így ki lehetett hallani, hogy mi történik. Ha meg ott vannak a kották, amiket felraknak az internetre, igaz, hogy a nagy részük hibás, de azért valahogy el lehet velük indulni, meg ma már kilassítani is olyan nagy mutatvány dolgokat, sőt már akár gitárokat külön lehet választani a zenétől valamennyire. Szóval ez ilyen dolog. Egyébként, amikor nem stúdiózol, akkor mit csinálsz? Hát, akkor tévésorozatokat lesek, és próbálok elaludni. Igen, ezt is hallottam már. Mondd el nekem, kérlek, hogy melyik tévésorozatokat nézed, mik a kedvenceid? Hát, amik úgy többnyire, ami valami érdekes, ami nem szokványos. Most épp ezt az 1899-et néztem végig valamelyik nap, meg a Sandman-t, de sokszor ilyen tök bárgyú dolgokat is, tehát én simán néztem a barátok köztet is, mikor ment bármilyen furcsa, mert arra tökéletes, hogy kikapcsol az agyamat. Ezt sokan mondják egyébként, hogy igen, hogy értelmes, okos emberek, és olyan bugyuta műsorokat néznek, és kérdezem, hogy basszus, de miért? Azt mondja, figyelj, hazamegyek, az úgy letompítja az agyam, és így fasza. Lehet, hogy ilyen dolgok. Persze, de pont ezért, persze. Aha. Nincs gondolkodni, ja. Lütyülőt, kizé el van. Aztán ráuntam persze, mikor már nagyon erdőbe ment a dolog, de ideig teljesen nézhetem. Most visszatérve egy kicsit, dolgozol filmzenékkel is, tehát... Előfordul, igen, most kifejezetten lesz valami amerikai filmzenés munkánk januártól, ha minden igaz. Igen, az érdekes, hogy tudod, amikor mondjuk én a régi Star Wars-ra tudok így visszautalni, akkor láttam annak például a hangfelvételét, hogy tudod, a zenekar meg a karmester nézte a filmet.
Hát az mekkora fú, hát ez... És úgy veszik fel, ugye a szimfonikus zenekarral úgy veszik fel a zenét, hogy a karmester nézi a filmet, és ott int be, ahol kell. Az hát nagyon komoly. Nagy meló lehet, ja. Igen. De az elképesztő, ugye ott az lepett meg, érted, hogy mit tudom én, májusban volt a Star Wars bemutatók rendszerint, aztán ilyen február-március környékén vették föl a zenét az Ebbiródon, tehát hogy a szent szarba. Ja. Pár nap alatt elintézik. Tehát ott iszonyat profizmus van. Na ez a képzettség. Ja, hát persze. Ezért kell a képzettség. Igen. Lehet, hogy ezt meséltem valamelyik podcastban, de itt, ez is itt témába vág. Olvastam egyszer egy interjút egy hangmérnök emberrel, aki szimfonikus zenekarokat és operákat rögzít. És nagyon érdekes volt a munkametódus, mert mondta, hogy neki az a módszere, hogy ő mindent bemikrofonoz, úgy hangszínel, hogy a mikrofonokat helyezi, forgatja ide-oda, és azt mondta, hogy igazából a komputer csak arra használja, hogy rögzítse az anyagot, tehát utólag semmilyen editálás nincs, de egy hétig beállnak, hogy úgy mondjam. És érdekes, hogy ugye ez a könnyű zenéhez képest pont a fordítottja, mert itt meg gyorsan feldobunk mindent, és akkor majd a hangmérnök megoldja a stúdióba, még megyünk haza. És akkor ő megmondta, hogy bizony ott egy hétig ott ült a zenekar a színházteremben, vagy ahol épp felvették, azt mondta, hogy világsztár operaénekesekkel dolgozott együtt, akiket volt, hogy beállított a sarokba, mert ott szólt jól a mikrofonjuk, és ott kellett énekelniük háttal a nézőtérnek, amit nem vettek jó néven, de végül a végeredmény az kárpótolta őket, mert mondták, hogy szuper lett a felvétel, csak érdekes ez is, hogy lehet így is felvenni. Illetve valószínű, hogy ezeket a zenekarokat így veszik fel még a mai napig is. Hát itt most rögtön vissza is utalnék a költségvetési kérdésedre, mert ez nagyon szorosan oda kapcsolódik. Ja, igen. Oké, hogy itt általában pikpak próbálunk mindent elintézni rutinból, de hát azért ne felejtsük már el, hogy a Fekete Metallica lemeznél 2 hét volt a lábdob beállás. Egy darab lábdobról beszélünk, nem a kontakon. Hát vagy a Megadettnél ott egy hónap például a dob. Pontosan, de a gitárbeállás is, amíg az a fekete lemezes gitárszand megszületett, az több hetes munka volt. Petfield felrúgta a cuccot már a második héten, hogy elég volt. Nem, már nem bírta idegekkel. Ez ilyen, viszont alkottak egy olyan gitárszondot, amit máshol nem hallasz. És nem tudod megcsinálni, ha a fejed tetejére állsz, akkor sem. Maximum csak közelíteni tudod, de... De pont olyan nem lesz. Szóval amikor valami egyéni és klassz dolgot hoznak létre, akkor itt is ugyanez van. Bele kell tenni a munkát az elején is. Bele bizony. Az is érdekes, amit hallottam, hogy akik már nagyon nagy szinten művelik ezt, a Sting, ilyen emberekre gondolok, hogy mit tudom én, elmegy Ausztráliába felvenni a dobot, mert ott van egy hely, ahol tök jó szól a dob, aztán azt átviszik New Yorkba, mert ott van egy ember, aki tök jól ki tudja keverni, utána meg elviszik Hollandiába maszterelni, mert ott meg egy olyan ember van, aki ezt jól tudja maszterelni. Persze, vannak ilyenek is, de sőt, tovább megyek, tehát régen voltak ilyen átjátszó szobák a nagyobb stúdiókban, és akkor mondjuk valahol felvették a gitárt, aztán átvitték a másik stúdióból, tudták, hogy marha jó akusztika van, amiben jól fog szólni a gitár. Nagyon jó a hangon, akkor lejátszották, és felvették újra térmikrofonokkal azt az akusztikát, ahogy ott szól benne. Simán énekkel is voltak ilyenek. Épített akusztikai zengetőket használtak, ilyen chamber kamrákat. Kiküldték egy hangszóróra a pergőt, és ott felvették, ami ott a valódi akusztikai térben szólt. Én a Beatlesnél hallottam ezt, hogy úgy tettek zengetőt a dalokra, hogy felvették így szárazon, lejátszották valahol, és kint a folyosóra kitettek egy mikrofont, és az felvette ezt a agyon zengetett hangot, és hozzá keverték. Persze, hát ez az, pont erről beszélek. Igen, pontosan. Így van. Hát ez annyiféle trükk van. Hát azért szólnak olyan változatosan a lemezek, mert ezer dolgot kitaláltak már. Aztán van, ami úgy standardizálódott is, van, ami meg nem, de rengeteg. Neked nincs az a véleményed a mai felvételekről, hogy túl sterileg? Mert Lajosnak van egy ilyen veszőparipája, hogy a mai felvételek rettenetesen kivannak, brillírozva, túl steril is. Például a rockzene elveszti azt a jó hatását, hogy ez egy kicsit olyan mocskos legyen, hogy nem árt ez a rockzenének. Hát ugye én szeretem, mikor ilyen szép, tiszta, érthető, meg nincs tele kulimásszal, hát nekem nincs ezzel bajom, de sőt, hát egy Metallica fekete lemez. Az is ugyanilyen precízen meg van csinálva, csak még nem szólt így. De azért az látszik, hogy mindig megvolt ez a törekvés a zenekarok jó részében, hogy azért játsszuk már el rendesen. Legalábbis ott igen. Hát nem tudom, láttam ilyen videókat, ott úgy volt a gitárfeljátszás, hogy Hetfield tolja felhallgatóba, és kint a hangfalon csak a gitár szól, ahol a bobrok hallgatja, és a legapróbb rossz van, akkor újra.
Hát azok ott tisztességesen lettek, és hallatszik, hogy szép tiszta az egész. Nekem ezekkel soha nem volt gondom. Nyilván műfajfüggő a történet. Tehát vannak olyan zenék, amiknek jól áll, hogy egy kicsit koszosabb, meg ilyen lazább, van, amiknek meg nem. Hát úgy nekem nincs ezekkel bajom. Attól függéppen mit kell csinálnunk, vagy mi a cél. Hogyha téged, mint zenész kérdezlek, akkor szerinted létezik ez a dolog, hogy valahol hallottam, hogy egy jó dal egy szál dobgitáron is működik. Tehát, hogy az alapnak mindenképp jónak kell gondolom nyilván lenni, hogy azért az működjön a stúdióban is, vagy vannak olyanok, amikor tényleg nagyon-nagyon gyenge az alapötlet, de megpróbált belőle a legtöbbet kihozni. Melyik a legműködőképesebb? Hát, annyira sokféle zene van, nehéz ilyen törvényszerűségeket mondani. Az biztos, hogy az olyan egyszerű slágeres dolog, azok egy szál akusztikus gitárral is tök jól működnek, meg azok akármilyen rosszul szólnak, akkor is működnek. És ez azért sok mindenre igaz egyébként, főleg ha olyanokra gondolunk, akik valami korszakalkotó új dolgot hoznak létre, mondjuk egy Halloween, Metallica, Iron Maiden, tök mindegy melyiket mondod, de olyan új és egyedi volt, amit csináltak, hogy nem volt tragédia, hogy az első lemezük netán nem szólt olyan jól. Mert átjött, meg működött a dolog. De azért vannak olyan, ma már főleg manapság, mondja, hogy változtak a felvételi technológiák, annyira komplex zenéket írogatnak néha, amire ez úgy nem igaz, hogy ennyire könnyen működnének, ettől függetlenül még ugyanúgy zseniálisak. Lehet még szerinted korszakalkotót csinálni ma a rockzenében? Már legalább 30 éve azt hiszük, hogy nem, aztán kb. 10 évente mégis mindig előkerül valaki, aki hozzátesz valami újat ehhez az egészhez, ami addig nem volt. Úgyhogy igen, lehet, biztos vagyok benne, hogy lehet. Uh-huh. Akár hangzásban, akár hangszerelésben, mi mindig. Jó, hát nyilván egyfelől már mindent kitaláltak, azt tudjuk, mert azért mindenki ugyanabból a 12 hangból építkezik. Szerencsétlen esetben más is belekerül, amit aztán ki kell pucolgatni. Tényleg mindegy, szóval nagy csodákat egyrészt témákban már nem lehet várni, már minden, meg azoknak az összes permutáció előfordul, de hangzásokban, hangszerelésben, ötletekben mindig jönnek új dolgok. Ez így van. Volt olyan technikai probléma, akár zenészként, vagy akár mondjuk stúdiósként, amit nem tudtál megoldani, vagy legalábbis ilyen, hát nagyon megkínlódtál vele? Hát, volt olyan, akit hazaküldtünk, hogy még egy kicsit menjen. De végül is megoldódott. Ha így nézem, megoldottam, igen. De pénzt nem voltam hajlandó elfogadni érte, mert értékelhetetlen volt a produkció. Mondom, nekem ne adjál pénzt, majd ha elvittél innen valami használható dolgot. Nem, hát van, tehát az ide is néha beesik egy-két ilyen figura, mint amit az X-faktor válogatókon fetrengünk a röhögéstől. Mi a személyes véleményed ezekről a tehetségkutatókról? Hát, ezek szórakoztató műsorok elsősorban. Nekem mindig furcsa, hogy már rögtön az elején kiszoktak esni a legjobbak. Sokszor. És akkor mennek tovább ilyen hamisan vonyíkoló emberkék, akikről azt gondolják, hogy az jó, meg hogy az majd eladható lesz valakinek. Hát nem tudom, de ezzel én nem tudok mit kezdeni. Meg figyelj, tehát eleve az mindent elárul, amikor az, nem akarom bántani őket, de amikor az X-faktortól felhívták az alapi Pistit, hogy menjen már, esetleg nem akar menni tehetségkutatóba, akkor így jön, miről van szó? Tehát nem tudják, hogy ki az az alapi, ne ökörködjünk már. Várjál már, Töfi, mondok még egy keményet, engem is megkerestek. De nyilván az alapi egy milliószor nagyobb név nálam, de engem is pont, mert jó, mondjuk azt gondoltam, hogy nem zsűritagnak fognak megkeresni, bár mondjuk szerintem nálam sokkal rosszabb zenészek is ülnek már, vagy ültek már ott. És a csaj, aki felhívott ettől a kereskedelmi csatornától, neki fogalma sem volt, csak látta a képen valami Facebook, vagy valami közösségi oldalon, hogy gitár van a kezemben, és hogy nincs a kedvem nekem valamilyen tehetségkutatóban részt venni, érted? És akkor így... Hát először én azzal kezdtem, hogy én nem is tudtam, hogy még ez a csatorna létezik. Na, akkor nem kapott levegőt egy ideig, ugyanis én nem nézek tévét már 20 éve, vagy 10 éve,
És én nem tudtam, tehát hogy jó, volt benne egy kis geg, mert mikor anyuhoz megyek látogatóba, és náluk van tévé, akkor tudom, hogy létezik. Ez egy nagyobb kereskedelmi csatorna, de azt a sokkot, amit a kislány kapott, mikor én megkérdeztem, hogy még létezik ez a csatorna, azt hallani kellett. Zseni vagy, ez kihagyhatatlan volt, ez nagyon jó. Egy picit próbáltam úgy, tudod így, hogy mondjam neked, viszonozni a kedvességet, meg a felkészültséget, tudod. Úgyhogy, jó, de hát figyeljük, ott dolgoznak, mit tudom, 20 éves, neki ez ott a munkája, nem ismer senkit. Pisti, de várjál, figyelj, ha kiválasztanak téged egy feladatra, akkor legyél profi a szinteden. Annyira nincs már szerintem jelentkező oda, hogy vadásszák, minket is felhívtak, engem is felhívtak, hogy megyek énekelni. Mondom, nem tűnt fel, hogy gitárosként vagyok a zenekarba feltüntetve? Hát az nem baj, mert mit tudom, énekelni nem tudsz, tehát így. Majd Töffi kiavítja. Annyira nincs jelentkező, szerintem már. Ja, engem egyébként minden évben felhívnak, hogy a stúdióból tudok esetleg valakit ajánlani, aki jó, meg menne, meg mit tudom én. Tehát igen, az látszik, hogy ilyen lepkehálóval próbálják összefogdosni az embereket, mert aki szakmabeli, meg egy kicsit is benne van, az azért tudja, hogy eléggé problémás a történet. De nézd, ha meg valakinek így bejön a dolog, azért olyat is láttunk már, hogy tényleg tök jó volt, meg is nyerte, vagy legalábbis az első közé került, és utána alapon tudott maradni, és ismert lett. Tehát senkit nem fog lebeszélni róla, mert nyilván ez is egy útja a boldogulát. Azt akartam kérdezni, hogy bár már érintettük, de azért mégis feltenném ezt a kérdést, hogy a magánember Töffi mit csinál? Mivel foglalkozol? Van-e hobbid ezen kívül egyáltalán? Vagy hogy el tudtok-e menni mondjuk nyaralni bárhová a család? Hát úgy hébe-hóba el persze, de az viszonylag ritkán. A hobbim nem nagyon van tulajdonképpen, mert abban a szerencsés helyzet dolgok, hogy a hobbimból élek, mondhatom ezt, ami nagyon-nagyon klassz dolog. De azért szeretek olvasni. Érdekel a csillagászat, mert gyerekkorom óta könnyen lehet, hogy csillagász lettem volna, ha nem zenész leszek. Uh-huh. Egyébként Toptam. Milyen könyveket olvasol? Hát, Dűne például, alapítvány sorozat, ezek így óriási nagy kedvencek. Az úgy mindig Star Wars könyveket is előfordul, de ott azért már elég erősen ki kell mazsolázni, hogy mi az, ami azokból használható. Már csak ritkán. De a Dűne alapítvány az örök alap. A Galaxis úti kalauztoposoknak, hát megint alapmű az egész sorozat. Ezeket nagyon szeretem. Még ugye privátban kérdeztem tőled, mikor még az elején beszélgettünk, mi nem ment a felvétel, hogy ugye köztudod, hogy rengetegen már most viszonylag jó felvételeket tudnak otthon csinálni házi körülmények között, hogy ez nem vetette egy kicsit vissza a... Volt olyan időszak, amikor igen, amikor mindenki azt hitte, hogy veszünk egy 20 ezer forintos hangkártyát, meg egy 50 ezer forintos mikrofont, és akkor királyok vagyunk, és akkor minden oké lesz. Aztán ez nagyon hamar kiderült, hogy ez totál erdő az egész, de azért még most is elég sokan vannak, akik otthon küzdenek különböző okokból kifolyólag, és hát ezekkel a felvételek azért nagyon-nagyon meg kell kínlódni, amikor megkapjuk őket keverésre. Egyébként lenne, erre a kérdésre nem emlékszem korábbi beszélgetésekből, lehet, hogy nem sikerült mindet végigfutnom, viszont az lenne a kérdésem, hogy sok dolog lenne, amit másképp csinálnál, hogyha mondjuk újra kezdenéd a stúdiózás, mert nyilvánvalóan voltak buktatók, meg egyéb dolgok, amit el lehetett volna kerülni, vagy pedig megtartanád ezt a tapasztalatot, ami végig kísért ez alatt, a hosszú idő alatt? Hát ismét egy jó kérdés, mert ez tényleg tapasztalatnak rettenetesen jó volt, de azért elég sokba került, amikor egy-egy adag pénzt elbukik az ember. Amikor a legelején elkezdtem mindenféle Óska Beringer vaszkokat megvenni, mert még nem értettem hozzá. Csak azért, hogy meglegyen darabra, hogy legyen annyi kompresszor, gét, meg EQ, ami kell, de aztán nagyon hamar kiderült, hogy sokkal jobban szól, hogyha kihúzgálod őket. Csak hát amíg nincs egy... Igen, csak hát ugye amíg nincs egy rendes lehallgatórendszer, addig nem hallod, hogy ezek mennyire rossz. Úgyhogy valójában azzal kellett volna kezdeni, hogy a lehető legjobb lehallgatórendszert, lehető legjobb akusztikát megteremteni. A lehallgatórendszerünk az szerencsére már nagyon jó, az akusztika az még kis fejlesztésre vár, de azért azzal is egész jól el vagyunk. És hát ha az ember ezeket az elején jobban tudja, akkor rengeteg problémától megkíméri magát.
Ez lehetne akár egy jó tanács is? Tehát, hogyha mondjuk valaki stúdiót akarna. Abszolút, meg figyelj, nekem ami, egyébként, ami még egy nagy pofára esés volt, az úgy gitárosként is, hogy évtizedeket belevertem gitárszandos szenvedésekbe, kínlódásokba. Nemrég a kezembe akadt egy olyan Les Paul, amiről el nem tudtam képzelni, hogy ilyen gitárszand létezik. Elkezdtem rajta ritmusgitározni, és mondom, nem már, én ezt miért nem hallottam évekkel ezelőtt. Tehát innentől kezdve értelmét vesztett, amit évtizedeken keresztül összetöketlenkedtem a gitárszand kereséssel, mert pusztán csak ennyi kellett volna hozzá, hogy legyen egy ilyen gitárom. Na most a Les Paulokról azt tudni kell, hogy mindegyik másképp szól, és még az 1-2 milliósaknál is ki kell vadászni azt, ami igazán jó. Innentől kezdve aztán nem egyszerű történet egy jó hangszervásárlás. Na most ehhez képest aztán bejönnek a stúdióba az 50 ezer forintos szárított teveszarból készült gitárral, és akkor úgy kellene, hogy szóljunk, mint a 100 millió forintból készült lemez, amit ugye mesterhangszerekkel játszanak föl többé. Igen, egyébként ez nagyon jó, hogy mondtad, pont nálad fordult elő, Rimorszal voltunk bent, nekem se rossz gitárjaim vannak, és amikor a próbafelvételeket csináltuk, kiderült, hogy pont ez a Gibson Explorer, azt hiszem, hogy az volt, amin játszottunk a stúdióban nálad, és hogy sokkal-sokkal jobban szól, mint ezek az amúgy sem rossz gitárok, de mégiscsak volt benne egy olyan craft, egy olyan test, vagy olyan telt hangja volt az egésznek, hogy egyszerűen a saját gitár félrekerült, és azzal lettek a ritmus részek fejezve. Nyilván a szólónál nincs olyan nagy jelentősége, de a ritmikánál igen, hát meg is lehet hallani a Rimos lemez elég jól is szól. Hogyne, persze, és hát nekem sem rossz gitár, mert hát ezek is ilyen 5-6-700 ezer forintba kerülő hangszerek, de ahhoz képest, amiről beszélek, egy hajtófát nem ér egyik sem. Igen. Hát azért egyrészt ez nagyon elkeserítő, hogy ilyen pénzekbe kerül egy jó hangszer, de hogy még annyi pénzért se tudsz garantáltan jót venni, az az igazán aggasztó. Hát még ott is szerencse kell, hogy kifogja. A nyugati zenekaroknál is látom érted, hogy eltűntek a Maidennél a 80-as évekből gitárok, hogy már nem veri szét a színpadon, szerintem azt a széfekbe hozzuk. Én ilyen stúdió eszközökről hallottam ezt, olvastam valahol, hogy amikről te is beszéltél, ezek a régi Neve és ilyen eszközök, hogy egyébként is mindegyik nagyon drága nyilván. De van köztük egy-kettő, vagy 10, nem tudom, így a sorozat szám alapján, amiben valahogy úgy sikerült az alkatrészeket, de most komolyan az utolsó ellenállásokat úgy valahogy összepárosítani, mert ugye ezeknek szórása van régen, meg még nagyobb volt az alkatrészeknek a szórása értékben, stb., hogy még a többi közül is ilyen kimagaslóan jó szól, és állítólag erre nagyon vadásznak a stúdiók, és hogyha egy ilyet beszereznek nem tudom hány millió forintért, ez lehet, hogy 10-20, akkor azt soha az életbe többi nem adják el, mert hogy az az egy, az még jobban szól, mint a társai. Simán lehet, abszolút. Hát az is ilyen, a régi Metallica lemezeken a Hetfield mindegy Martú C fején játszott, de nem a sajátján, hanem a Kirk Hammettén, mert hogy a Hammettén jobban szól. Tehát a Hammettnek a fején van az összes korai Metallica lemez felgitározni. Aha. Érted. És pedig ott aztán ők tényleg körül voltak véve műszerészekkel, de ezeket úgy képzeld, hogy általában ilyen zenekaroknál ott van a elektroműszerés, és akkor berhelik közben a fejeket, mert az összes tudsz moddolva van általában, nem csak gyárizét, és akkor még ezen belül is az volt, hogy a körkén kellett játszani, mert az jobban szólt. Úgyhogy ez bármin előfordulhat, mix mikrofonnál, akárminél. Ugyanakkor hozzáteszem, hogy ezeknél az öreg cuccoknál azért az üzembiztonsággal lehet probléma. Egyébként, hogyha már a fejet említettük, az oké, hogy a Kirk Hammettnek a gitárfején lett feljátszva, de az igaz, hogy a ritmus sávokat viszont mindegyiket James Hetfield játszotta föl? Egészen a lódig mindet James játsza a fekete lemezzel bezárulag. Hát az a fajta zene abszolút megkívánja ezt a szikár ritmusgitározást, hogy nagyon együtt legyen a két-három ritmussáv. Aztán a lódon már Kirk is ritmusozott. Az újakat meg nem tudom, de a régieken azt mind Hetfield járt. A YouTube Edge-ről láttam egy videót, ez a Rig Rundown-t, és mondta a technikusa, hogy ő is vadásza világszerte a Ox AC30-as fejeket, azt mondja, hogy nagyon jó füle van, hogy kihallja, hogy még azok közül, a régi AC30-asok közül is melyik az, amelyik olyan, még a többi között is jól szól, és azt mondta, hogy nagyon vigyáz rá meg minden, hogy megveszi, és akkor így, na azok úgy ott meg. Jaja, persze, hát simán. Ez az ilyen történet. Annyira sok emberre játszottál már együtt életedben, tehát ebben benne voltak zenekarok, benne ugye nyilván több híres zenész, akit mai napig is sikeres embernek tartanak, hogy mi az, amit megtanultál az emberi kapcsolatokról ezen keresztül? Tehát, hogy mi az, amit át tudnál adni úgy a hallgatóságnak? Hát ez nem könnyű kérdés, látod.
Hát ez egy fontos tanulság, hogy sokszor legjobb, ha befogom a számot, és nem dumálok rögtön, amikor nem tetszik valami. Mert én az a fajta vagyok, hogy eléggé ki tud állni a saját dolgai. Voltak ebből konfliktusaid is? Hát előfordult már persze, igen. Bár egyébként általában azért átgondolt voltam ilyen szempontból, mindig inkább úgy mondom, hogy évekkel később bebizonyosult, hogy jaj, de jó, hogy akkor befogtam a számat. Így is lehet, hogy nem is jól gondoltam, és nem is lett volna igazam, másrészt meg úgy alakult, hogy szerencsésebb volt, hogy nem hisztem valami miatt. Úgyhogy igen, ezért érdekel. A munkában megmondod azért, ha valami nem tetszik, nyilván. Persze, de hát ott is azért a megfelelő diplomácia kell általában. Megsértődnek? Hát előfordul, igen, tehát az azért tudni kell, hogy kivel lehet, meg kivel nem. Igen. Van, akivel eljátszhatom azt, hogy átnézek a felvételre, hogy hogy tartanak, és hol tartanak, és akkor megmondom, Jézusom, mi ez a szar, gyerekek, vegyétek a felvételre. Van, akivel ezt eljátszhatod, van, akivel meg nem, tehát ezt úgy nyilván tenni kell. Még akkor is, hogyha igaz lenne. Én gyakorlatilag nagyon kevés kivételtől eltekintve tök jól kijöttem régvilágon mindenkivel, még úgynevezett nehezebbnek tartott emberekkel is. Azért azt tudni kell, hogy főleg a zenekarvezetők azért általában egy nagyon komoly, erőteljes figurák. Nem véletlenül lesznek zenekarvezetők. Az ilyenek nélkül nem működne a zenekar. Úgyhogy de ezeket tudni kell kezelni, én mindenkivel nagyon-nagyon jól megvoltam. Te inkább zenekarvezető szerepű vagy, vagy pedig a háttérben meghúzódó zenész, ha már egy zenekart nézünk? Inkább zenekarvezető szerűség vagyok én is, igen, és nem egy könnyű poszt, tehát onnan is tudom, és pont ezért nagyon jól megértem őket. És soha nem is volt ebből gond, hogyha most valaki ott markánsabban elmondja a véleményét, akkor csináljuk, amit miért, aztán kész. Mondtad, hogy zenekarvezető vagy, zenélnél saját magaddal együtt egy zenekarban? Hát ezt a többiektől kérdezni. Mint zenekarvezető valószínűleg én sem tartozom a közkedveltek közé. Ezek általában ilyen... Kicsit ilyen hálátlan feladat ez a zenekarvezetősdi. De nem, tehát nekem az lenne a kérdésem, hogy zenélnél-e saját magaddal egy zenekarban? Hát én igen egyébként, mert egyébként meg abból a szempontból tök jó munkát végzek, most csak mondani az Iron Maidenre, amit sikerült felfuttatni, ott abban egy 10 éves nagyon kemény munka volt benne, mondjuk 96-tól 2006-ig, mire eljutottunk oda, hogy kilépettünk a nemzetközi porondra, meg Sziget, meg ilyen helyeken játszottunk hatalmas közönségek előtt. Ismerem annyira magamat, hogy sikerre tudom vinni a produkciót, és hasznos vezetője tudok lenni a csapatnak, tehát ilyen értelemben igen. Ha lehetőséget kapnál arra, hogy korszaktól, nemtől, mindentől függetlenül leülhess valakivel, vagy bárkivel egy órát beszélgetni, akkor ki lenne ez a személy, vagy kik lennének ezek? Hát az Iron Maiden tagok. Az egy nagyon klassz dolog lenne. A dobosunknak össze is jött, a Nikóval tudott beszélni idén nyáron. Hát az egy óriási dolog. Miről beszélgetnétek? Mi az, amit megkérdeznél tőlük? Hát így zenéről mindenki, főleg az Iron Maiden dolgokról, ilyen részletek stúdiófelvételekkel kapcsolatban, vagy hogy született. Meg hogy a hibákat miért nem tudták kijavítgatni a lemezeken. Megkérdezhetnéd végre. Akár, ja. Úgyhogy igen, tehát például a Maiden lemezek készítéséről tök jól el tudnánk beszélni, meg egy-egy dalokról, hogy mennyire klassz egy-egy téma, meg miért jó. Érdekes, hogy néhány esetben talán fel sem fogják, hogy mennyire zseniális dolgokat csináltak. Például az, hogy a Alexander the Great-et nem játszották el 35 éven keresztül, az egyszerűen felfoghatatlan. Az egyik legjobb daluk, amit valaha írtak, nagyon sokat szerint. Most úgy néz ki, hogy idén végre hallhatjuk élőben. És rajtuk kívül lenne még valaki, akivel beszélgetnék? James Hetfield-el is nagyon szívesen elbeszélgetnék, ő egy iszonyat jó arc. Volt alkalmam ugye találkozni Maidennel is, Metallicával is többször is, de beszélgetni nem tudtunk, hát egyrészt nem tudtam angolul annyira. Azóta se, hogy most nagyon eldiskurálhatnánk, csak úgy érintőlegesen beszélem a nyelvet sajnos. De azért az úgy klassz lenne, hogyha egyszerűen megpróbálgatni. Egyébként a Maidennel egyszer majdnem összejött, ha már így rákérdeztél, mert mikor Debrecenbe játszottak, akkor volt infunk róla, hogy a koncert után hova mennek. És mentünk mögöttük. Mentünk a kocsiuk mögött, hogy akkor majd beülünk mi is oda, ahova ők mennek, a szomszédasztalhoz, és akkor talán egy kicsit tudunk velük beszélgetni.
Ez így tök jó ki volt találva, de pekünk volt sajnos, mert megálltak, és a sofőr bement szétnézni az étterembe, de az tele volt, és akkor így fogták magukat, és visszamentek a szállodába. A szállodába aztán sikerült velük találkozni szerencsére, de azért az ekkora királyság lett volna, hogyha egy vacsorát együtt elköltünk. Hát még akár össze is jöhet, nem? Hát soha nem lehet tudni, persze. Lezsírozd egy felvételt nálad. Egy Iron Maiden dalt felvett. Ott a Denver stúdióban, az úgy menő lenne. Elmernéd vállalni? Hogyne, persze. Aha. Pont, hogy nagyon is érdekelne a dolog, mert úgy szívesen megmutatni, hogy én mit gondolnék egy mai Iron Maiden megszólalásról, ami nem teljesen egyezik a mostaniakkal. Az egy érdekes kísérlet lenne. Ez amúgy is tök egyébként, hogy ugyanabból a dalból mondjuk ki mit kever vagy rak össze. Egyébként az Iron Maidenék szerinted tudnak rólatok? Tudnak, mert adtunk nekik többször is kiadványt, igen, tudnak róla. És kaptatok valami feedbacket, van visszajelzést? Hát elvileg egy Angliában élő ismerősünk azt mondta, hogy néha össze szokott futni a Tiefelisszel, mert ott a környéken lakik, és akkor tudja, hova jár, melyik előleges még akkor ott lakott. És akkor állítólag azt mondta neki a Tiefelis, hogy zeneileg mi állunk a legközelebb az Iron Maidenhez. Hát ennél nagyobb dicséret. Nem. Hát ha ez valóban igaz, akkor ezért már megérte élni és zenélni. Úgyhogy nem tudom, hogy ez tényleg így volt-e, de hogyha igen, akkor ez egy óriási megtiszteltetés. Több helyen is hallottam, hogy mikor kérdezték tőled, hogy meddig lehet ezt csinálni, hát nyilván ezt abba hagyni nem lehet, csak legfeljebb hamarabb elhalálozni. Viszont mégis megkérdezném, hogy hol szeretnél tartani egy 10 év múlva? Hát remélhetőleg ugyanígy, hogy dolgozok, koncertezek, koncertet keverek, lemezeket keverek. Hát úgy csináljuk, ameddig bírjuk. Én azt látom, hogy a kollégák nem nagyon szoktak nyugdíjba menni, se a koncerthangmérnökök, se a stúdiósok. Ez egy ilyen kortalan szakma, szerencsére. De ez külföldön is ugyanezt látom, hogy vannak nálam 20 évvel idősebb figurák, akik simán elkevernek élőbe is, stúdióba is. Az inkább egy kivétel, hogy például Martin Birch nyugdíjba ment, és nem csinált többet Maiden lemezeket. Na, Cserfalvi Tofi Zoltán, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm a meghívást. Dobja magát a dolog, hogy én azt kívánom akkor neked mondjuk következő 10 évre, hogy az Iron Maiden egy dal vagy több dal erejéig csatlakozzon a stúdióhoz. Úgy legyen, azt nagyon klassz lenne. Szerintem írjál nekik, vagy nem tudom, hogyha erre járnak, akkor ugorjanak be hozzá. Szívesen látom őket. Oké. Na hát köszönjük szépen, szerintem tanultunk. Köszönöm. Tőled is. Nagyon szépen köszönöm, én is úgy gondoltatok rá. Oké, jó. Na, akkor további jó munkát kívánunk, és sok sikert. Szia! Köszönöm, sziasztok! Ja, szia! Reméljük, hogy mindenki számára hasznos és szórakoztató volt ez az adás. Megpróbálunk minél több csatornán megjelenni. Szívesen várjuk a csatlakozókat a Facebookon, hiszen kíváncsiak vagyunk a ti véleményetekre is, illetve örülnénk, ha részt vennétek a műsor készítésében. Ha tetszenek az adásaink, kérlek iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, találkozunk a legközelebbi alkalommal.